Karcagon, a kisföldeki városrészben milyen munkálatok kezdődtek meg, illetve milyen újabb beruházásokra lehet majd itt számítani, kérdeztük Szepesi Tibor polgármestertől. A kisföldeki városrészen milyen munkálatok kezdődtek meg, illetve milyen újabb beruházásokra lehet számítani, kérdeztük a városunk polgármesterét Szepesi Tibort. Több beruházás is zajlott, illetve zajlik folyamatosan, illetve nyilván terveink szerint fog is még további felújítások, beruházások is zajlani ezen a város részen is. Ugye a kátyúzás az, ami elkezdődött még a, a tavasz folyamán, és folyamatosan járja a Városgondnokság szakembergárdája az egész várost. Jelenleg a, a kisföldeki város részen folyik az útjavítás, kátyúzás, azoknak az úthibáknak a feltárása és kijavítása ami menet közben, illetve az előző téli időszakban is keletkezett. Természetesen az egész városban úgy szeretnénk a téli időszaknak az őszi, csapadékos, téli, eh, havas, fagyos időjárás neki menni, hogy az összes kátyút kiavítottuk. Egy pici uh, türelmet kérünk még, hiszen van olyan városrész, ahol majd most fognak uh, folyni ezek a munkák, illetve befejeződni ezek a munkák, és utána pedig természetesen végigjárják a szakemberek az egész várost, megnézik, hogy hol van még olyan kátyú, amelyet mindenképpen ki kell javítani a rossz idő beállta előtt. Tehát én azt gondolom, hogy valamikor október végére teljes egészében fogunk végezni a város úthálózatának javításával. Itt állunk ugye az óvoda előtt, itt is egy, egy parkoló kialakítás folyt az előző években, és annak utó mozdulataiként a bejárati, az óvoda bejárati rész az, ami most elkészült a kátyúzással együtt, egy teljesen új aszfalt réteget kapott a bejárat. Bent az udvaron is természetesen kellett javítani a burkolatot, sajnálatos módon, hiszen a, a fák nőnek és a gyökerek azok nem mindig azt az utat választják, amit mi szeretnénk ezért itt egy olyan járda repedés keletkezett, amelyet mindenképpen ki kellett javítani. Baleset veszélyes volt egyrészt a szülőknek, másrészt pedig ugye nyilván elsősorban a pici gyerekeknek azért ők nem akkor átlépnek, lépnek, hogy ezeket a kátyúkat, töréseket át tudják lépni. Ezt is kijavíthattuk, itt természetesen nem beton, nem kátyú, nem aszfalt került lerakásra, nem térkő. Tehát gyakorlatilag, amikor olyan helyzet adódik, akkor természetesen ezt folyamatosan lehet majd javítani. És ha már az óvodánál vagyunk, akkor egy örömhírt is természetesen szeretnénk megosztani mindenkivel, hiszen az a pályázat, amelyet nyáron készítettünk, és az óvoda, Konyha felújítására vonatkozott, az sikeres volt, megnyertük ezt a támogatást a magyar kormánytól, tehát várhatóan itt az őszi-téli időszakban a konyha teljes felújítása, átépítése és korszerűsítése meg fog történni. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés lesz itt a, a szimovadában. Vannak még elképzeléseink természetesen, erről majd folyamatosan tájékoztatjuk itt az itt élőket, illetve nyilván a város lakosságát is. Előzetesen, amit, amit tudok mondani, hogy úttal és játszótérrel kapcsolatos fejlesztések az, amelyeket lehet majd várni.